Ennyire az egyik legcéltudatosabban készülő sportolónk. Nem szereti a társaságot, nem szereti a reflektorfényt. Csak önmagában, és persze az elvégzett munkában hisz. Nem véletlenül célja az újabb világbajnoki arany, ezúttal a Sanghaji világbajnokságon. Sok sportolónál azt látom, hogy egy idő után, egy bizonyos életkor után kötelességből mennek le, és onnan próbálják megközelíteni. Szerintem az nagyon nagy hiba, mert egy idő után elveszti az ember azt a fajta motiváltságát, amit csak abból tud, vagy onnan tud táplálni, hogy szereti azt, amit csinál. És meg kell nézni, le kell jönni egy hétig a mi edzéseinkre, szóval mi nem úgy jövünk le, hogy mintha a bányába mennénk, edzőmet idézem. Ő szokta ezt mondani különböző társaságokra, hanem mi örömmel és jó kedvel jövünk le, mert egyrészt szeretjük azt, amit csinálunk, másrészt az edzőm is nagyon figyel arra, hogy meglegyen benne az edzésekben az a játékosság, ami persze nagyon komoly dolgokra készülünk, de azért mégis egyfajta örömet is szerezünk abból, amit csinálunk. Egy edzésnek akkor van a legnagyobb értelme, és akkor igazán edzés egy edzés, akkor tudjuk a leginkább ide behozni ebbe a medencébe, ami majd versenyen fog kint valahol történni a világban, esetleg olimpián vagy VB-n, amikor nagyon fáradtak vagyunk, és amikor nagyon nem megy, hiszen akkor lehet legjobban kialakítani azt a helyzetet, amit majd a versenyen fogok érezni. Hiszen 150 méteren, amikor rá kell fordulni még egy 50-re a versenynek 200 méter döntőjébe, akkor nem azt érzem, hogy hú de könnyeden megy, és hú de jó, hanem ott már bizony elég komoly fáradtságot és fájdalmat érez az ember, legalábbis én azt érzek. És szerintem attól sportol egy sportol, hogy amikor nem megy neki, akkor is ugyanúgy ki tudja magába hozni azt, ami benne van. Sanyibán azt gondolom, hogy egy olyan szakmai tudással rendelkező edző, aki szerintem belülünk ki tudja hozni azt a teljesítményt, amivel mi esetleg rendelkezünk, vagy edzések felkészülés végén tudunk rendelkezni, és fontos nekünk nagyon, úgy gondolom, hogy ott legyen mellettünk a parton. 12 év alatt fél kézmozdulatból megértem, és látom rajta, hogy most jól ment az edzés, nem ment jó az edzés, vagy mondjuk amikor kint vagyunk egy versenyen, és van egy versenybemelegítés, és mondjuk nagyon messze van tőlem, és mondjuk kinézek rá, és egy kéz mozdulatában látom azt, hogy mit kell javítanom, mire kell majd figyelnem, vagy esetleg mi volt jó, mi nem volt jó. Amikor szigorúnak kell lenni, akkor nagyon szigorú, de amikor érzi azt, hogy most már kicsit sok volt, és egy olyan fajta fáradtság van most már az edzések hatására bennünk, akkor tud engedékeny is lenni ugyanannyira is. Tehát, hogyha esetleg nem megy, és mondjuk itt a parton ő is látja, hogy nem megy, de azt látja viszont, hogy küzdök, és meg akarom csinálni, persze nem megy, de küzdök, akkor nem szól egy szót se, akkor inkább motivál. Amikor azt látja, hogy mondjuk jól menne, de nem csinálom, akkor szokott igazán szerintem úgymond elborulni egy kicsit. Annyira talán nem kiabál, hanem oda, hogy megkérdezni, hogy most ez miért van, próbálja megérteni a helyzetet. A Szécsi Tamásnál úsztam. Nagyon, nagyon nagy érdemé vannak abban, hogy én is itt lehetek, de azért azt látni kell, hogy megváltozott a világ. Tehát az a fajta autokratikus, erőszakos edzés vezetési, vagy edzői attitűd, ezt már láttam el, hogy ez nem fog működni ebben a társadalmi rendszerben. Tehát magyarul, hogyha hazamentem és panaszkodtam az anyukámnak, aki egyedül nevelt, testvéremmel együtt, ő adta a másik pofon. Meg nekem sok volt az erőszakból, tehát az nekem nagyon fájt, és ezt nem akartam továbbvinni, és hát itt szó nincs arról, hogy ne lennének azért konfliktusok, csak nem mindegy, hogy ezt milyen módon. Tehát nálunk már az is egy kemény frusztrációt okoz, hogyha én azt mondom neki, hogy ennyi. Hát vannak viták néha. Az a vége, hogy azért jó van, minden igazad van, de mégiscsak én 34 éve vagyok edző, és ugye, te meg csak 20 volt, nem is voltál edző. Mindent el lehet mondani, megvitatjuk, de a végén valakinek vezetni kell a,
az autót nem lehet ott nyomogatni oldalról. Nagyon fontos ez a VB, nagyon szeretnék jól szerepelni, de számomra elsősorban az igazi legfőbb cél az a jövő évi olimpia. Mondtam neki, hogy most már nem annyira az öregekre kell figyelni, hanem jön föl a te nemzedéked. A fiatalok azok veszélyesebbek, mert fejlődőképesebbek, éhesebbek, ugye, hogy próbálják a Daninak a taktikáját is egyes helyeken, egyes helyeken, ezért próbálják már átvenni vagy alkalmazni. Tehát magyarul jönnek, lemegy a 100 méter, és talán elindulnak. Azért az egyértelműen látszik, hogy most már el tudom kezdeni a távot, és nincs az, amire annó építkeznem kellett, vagy muszáj volt építkeznem, hogy elkezdem a 200 métert, ahogy esik 100-ig, és aztán utána kell elindulnom, mert máskor már nem bírtam volna végig. Most már van egy olyan fizikai adottságom, ami szépen az életkoromból adódóan egyre erősödöm, hogy el tudom kezdeni igenis a világgal a táv első felét, és utána meg ugyanúgy bírom a második felét, és ezért tudtam lejavulni 2:10-ről 2:07-re. Sporton belül a versenysport az egy külön terület, az egy nagyon-nagyon szabályozott és kemény szabályok mentén zajló sport. Megtanul az ember rengeteg mindent tényleg. Sok élménnyel tud gazdagodni. Nekem igazából a legfontosabb talán a rend, a fegyelem, a jelen és a jövő sportolóinak a számára. Nagyon fontos dolog az, hogy mindig tudják, hogy mit szeretnének. A cél meghatározása ez egy nagyon fontos dolog. És az, hogy ez következetesen az ember el tudja érni, ez ahhoz van szükség, hogy következetesen el tudja végezni az edzés munkát a mindennapokban. Ez egy nagyon sziszifuszi munka. Gyakorlatilag a szürke hétköznapokon egy rendkívül fárasztó dolog, és azt kell, az embernek a mindennapját meg kell tervezni, és ha ezt az ember tényleg következetesen be tudja tartani, akkor azt gondolom, hogy a kitűzött cél az abszolút megvalósítható.